Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Hun Televízió Sorsunk Alakítói műsorában. A műsorunk vendége Gonda László. Üdvözlöm a nézőket is, és téged is, Attila. Annyit mondanék, hogy tegnap itt már beszélgettünk a szombati tüntetésekkel kapcsolatban a Horkovics Kovács Jánossal, akinek köszönhetjük, hogy ezek az adások létrejöttek, és kértem őt, hogy egy kicsit még mélyítsük el, mert nem sikerült azért arra koncentrálni, hogy tulajdonképpen hogy értékelhetnénk mi ezt a vasárnap, illetve pontosan szombati tüntetést, és ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy Attilával, aki szintén ott volt, és végigélte, segített nekem is, én is neki, úgyhogy ő is felszólalt azon a rendezvényen, amit én jelentettem be, pontosan azért, hogy ne kelljen vonulni, de mégis ott legyünk, ahova a nemzet érdekében úgy gondoltam, hogy ott kell legyünk, a vértanúk terén. Én Gonda Lászlóval 2006 óta ismerjük egymást, a Kossuth téri események óta, szinte az elejétől részt vettünk ezeken a rendezvényeken. Én egy kicsit aztán eltávolodtam az eseményektől, de Gonda Lászlóék gyakorlatilag szinte végig 500 napon keresztül, vagy pontosan nem is tudom, hogy hány napon keresztül. Nem is hiszi el a néző. Tehát már nem is hiszi el a néző, ha nem is nagy tömegekben, de mindig képviseltették magukat, illetve pontosan fönntartották azt a forradalmi lángot, amely tulajdonképpen azt eredményezte, hogy a végén kormányváltásra került sor. Nyilván nem a Kossuth tériek hozták előre a kormányváltást, vagy egyáltalán változtattak a politikai helyzeten, de ez a pici láng, ez mindig fönntartotta azt, hogy változtatni kell Magyarország politikai berendezkedésén, amit azért úgy, ahogy sikerült elérni. És ez a szombati nap is erről szólt, nagyon sokan félreértelmezték, azt hitték, hogy ez valamiféle kormánytüntetés, valamiféle politika, kormánypolitika, vagy pártpolitika melletti kiállás. Az én meggyőződésem az, hogy ez nem így van. Laci, te is mondj erről valamit. Hát annyit még gyorsan mondanék, hogy ugye az, hogy az ember végül is úgy dönt, hogy kimegy, és adott esetben nem nevezném néven, van, aki ezért nagyon csúnya jelzőket használt rám, vagy azokra, akik kimentek, így a Magyarok Szövetsége, akit szintén képviselve a köztársaság elnöki palota melletti demonstrációt, illetve egy ilyen támogató petíció átadásáról gondoskodtak. Bene Gábor, illetve a Magyarok Szövetsége átadott a köztársasági elnöknek egy ilyen támogató petíciót, hogy tudassa a külfölddel az ő lehetőségei segítségével, hogy a magyar nép kiáll a jelenlegi kormány mellett, kiáll az a értékrend mellett, amit képvisel ez az új alaptörvény is, ami szintén egy nagyon érdekes folyamat volt. Tehát én nem mentem volna ki, hogyha nem köszönhettem volna a Jobbiknak azt, hogy parlamenti belépővel rendelkezem, többek között elismerésként a Kossuth téri helytállás, és ami azzal kapcsolatos volt kapcsolatban. Végigkövettem az egész alkotmányozást, és azt éreztem, hogy valami olyan értéket sikerült, jól lehet, kicsit oktroálva volt ez az egész, mert hát a Jobbik, aki bemaradt a parlamentbe végig, a nevét és a képviselőt adta ahhoz, hogy végül 80% az országgyűlés 80%-a alkotmányozott, és egy nagyon fontos része volt az egész alkotmányozási folyamatnak az, hogy alaptörvénynek nevezték. Tehát ezt végigkövetve úgy gondoltam, hogy most meg kell védeni azt, amit sikerült eddig elérni. Nyilvánvaló, hogy nem sikerült a legfontosabbat elérni, hogy a történeti alkotmányosság jogfolytonosságát helyreállították, de egy nagy lépés abba az irányba, ami már így is irritálja a hitehagyott és vallástalanná vált Európát, ahol egyértelműen kupár szellem uralkodik. Tehát én annyit még mindenképpen, hogy ne maradjon a levegőbe egy válasz, hogy a parlamentben három konferenciát tartottak az alkotmányozással kapcsolatban. Mind a hárman ott voltam, azt hiszem egyen vagy kettőn te is ott voltál, azt hiszem 2010. november 12-én ott voltál, volt egy aztán december 10-én, mind a kettőn sikerült
nekem úgy felszólalni, mint hallgató, hogy ezt nyomtatásban is megjelent a parlament országgyűlés, pontosan az országgyűlés alkotmányügyi igazságügyi és ügyrendi bizottság szervezésében. Ez az első, az első volt, a szükség van a kétkamarás parlamentre az új alkotmányban, ez így néz ki. Ez csak a parlament belső kiadványa, tehát könyves boltokban nem lehet kapni. Ebben sikerült egy olyan körülbelül a hozzászólóként, azt hiszem 3,5 oldalnyi véleményemet elmondani. Többek között Patyi András mondjuk, aki fontos, ugye ismert az ő személye is. Ki volt még, aki, most nem akarok persze hajlamos, vagy Patrumány Miklós felszólalt, dr. Magyar Attila István ügyvéd, alkotmányjogász. Aztán a következő volt, ami számomra a legértékesebb, a történelmi tradíciók és az új alkotmány, az ugyanilyen kiadvány, és a harmadik az új alaptörvényről, ugye itt már nem alkotmány, hanem alaptörvény szerepel, tehát ez a három könyv is, ez a három konferencia kifelé mindenképpen bizonyítja, hogy egy komoly előkészítő, még eddig soha nem meglévő, tehát eddig az alkotmányaink vagy az alaptörvényeinkben nem volt ennyi meghallgatása a civil véleménynek, mert mi azért mégiscsak civilenként szerepeltünk, persze szakemberek szólaltak föl. Most ez a kül kifelé, ez mindenképpen dicsérendő, mert ilyen még nem volt, de a lényeghez az is sajnos hozzátartozik, hogy például a 45 parlamenti képviselő, aki az alkotmányügyi albizottságban volt, aki az alkotmány előkészítő albizottságban, azok ezeken nem vettek részt, csak a Salamon László és a Balsai István, akik ugye ennek a vezetői, ennek a két szervezetnek, mert mondja, van a mindegy, nem, kicsit komplikált a parlament, megtanultam az elmúlt időben. A lényeg az, hogy ezen kívül kiadtak aztán egy, ugye nem olyan rég, a Magyarország alaptörvénye címen egy nagyon szép dísz kiadású könyvet, ami annyit szeretnék mindenképpen megmutatni, hogy egy rendkívül dekoratív kiadás. Kezdődik a Szkíta aranyszarvassal, a Zöldhalom pusztai Szkíta aranyszarvas, majd folytatódik képileg a Szent Koronával, a teljes Szent Korona, tehát a csüngökkel együtt, ahogy a Magyarok Szövetsége is a zászlón, a magyar zászlón szerepelteti. Ez pont egy számozott példány. És az első, az írott szöveg ugye kezdődik a nemzeti hitvallással, majd amikor az alapvetés, tehát az első A-cikkről szól, akkor itt Attiláról van egy nagyon szép kép, ami gondolom, hogy azért van valami üzenet jellege. A következő, amit én föl szeretném hívni a figyelmet, hogy a nemzeti hitvallásban azt írja, hogy tiszteletben tartjuk a történeti alkotmányunkat, a Szent Koronatant. Ez, hogy tiszteletben tartjuk, ezt nekünk. Ezért álltam ki, ezért állok most is ki azokkal a bajtársakkal, akik részt vettek többek között a Magyarok Szövetségének az alaptörvény tervezete elkészítésében, amit nyomtatott formában is kiadott annak idején a Magyarok Szövetsége, és ennek van hatása, föl tudunk fedezni nem egy pontot, ami benne van az új alaptörvényben, és az, hogy tiszteletben tartják, ez nagyon érdekes, hogy ez tulajdonképpen közjogilag nem tudok ehhez semmit hozzá kötni, de valahol úgy érzem, hogy kinyílt egy kapu. És ezért kellett kimenjünk, ezért kell megvédeni azt, amit sikerült eddig. Valamennyire azért ugye a Kossuth-téri tüntetők, vagy a Magyarok Szövetsége is, még sorolhatnám Tóth Zoltán Józseftől, Zétényi Zsoltig, mindazokat, akik ebben érdemben hozzájárultak, hogy igenis van az az érzésem, hogy ez csak egy állomás az úton. Ehhez az úthoz viszont, hogy tovább menjen a jelenlegi kormánypárt, támogatásra van szükség és nyomásgyakorlásra. Ezt a kettőt kell nekünk tenni. Ami nagy dolog, hogy ugye a magyar alkotmány előképei, amit ugye tiszteletben tartanak, itt van az angyalos Szent Korona országai címer, legtöbben még azt se tudják, hogy milyen
részei vannak ennek a címernek. Azért gyorsan elmondom, hogy balra fönn a három oroszlán az Dalmácia, lent alatta a Nyestel és egy csillaggal az Szlavónia, jobbra mellette Erdély, ezt már nagyjából tudják, ugye a jelenlegi horvát címer is, az is könnyen fölismerhető, és legalul ez a kettős sas, egy koronával a fején és egy kiömlő korsóval, ez pedig Fiume, mint szabad királyi város, ott szerepel. És a nagyon fontosnak tartom azt, amit Zétényi Zsolt is többek között sokkal mások, Kocsis Istvánnal, és még sorolhatnám, senkit nem akarnék kiadni, de nincs módom. Ott szerepel a vérszerződés. Ezzel kezdődik, és folytatódik a pusztaszeri országgyűléssel a 9. században, majd Szent István törvényei. Aztán nagyon fontos államközösség Horvátországgal 1991-től 1918-ig. Aranybulla. Bárcsak Aranybullának minden cikkeit újra átnéznénk, és érvényesítenénk az, ami még értékes, és a jelenleg is alkalmazható. A Kápolnai Unió, és hát amit én nagyon javaslok mindenkinek, aki egy kicsit is érdekli, hogy milyen hagyományaink vannak, az ország törvénykönyve, ez a több elemből áll, de a legfontosabb, a tripartitum 1514-ből, vagy pedig a májusi dekrétum, illetve a Corpus Iuris Hungarici, amit 1584-ben adtak ki. És tovább nem fordhatnám, de a tordai országgyűlés 1568, a vallásbéke, ugye a négy vallást kibékült egymással, és megtűrték az ötödiket, a görög-keleti, a románoknak az államvallását, mert ugye nekik van államvallásuk, az Ónoszi Országgyűlés 1707, stb. Nem folytatom, nagyon szépen végig van vezetve. Tehát ez az egész anyag végig vonul a magyar jogtörténeten. Nekem az az érzésem, azt hiszem nem vagyok egyedül, hogy többen vitatják, illetve többen vitatkoznak erről olyanok, mint akik valóban ismerik ennek az anyagnak a tartalmát. Én nem feltételezem, hogy a kritikusok, akik megtámadták elég intenzíven Magyarországot, azok ezt végigolvasták fordításban, vagy akárhogy. Tehát mi a véleményed, hogy kerülhetett ki ez az egész anyag negatív megítélésben a nemzetközi fórumok elé? Mert még egyszer mondom, nem feltételezem, hogy egy francia, vagy egy amerikai, vagy egy angol, vagy bármelyik, vagy egy német osztrák politikus leült volna, és ezt végig tanulmányozza, hisz ahhoz azért kell a magyar történelem is, történelemről valami alapvető ismeret, vagy alapismeretekkel rendelkezni, de hát ezeknek az embereknek nem igen van. Tehát van egy tanácsadó testületük, de igazán nekem az az érzésem, hogy ők egy kész kritikát kaphattak valahonnan, amelyet minden fenntartás nélkül átvehettek. Na most ezek a kritikák véleményed szerint hol fogalmazódhattak meg, milyen körök által és milyen háttér gondolatokkal, hogy egy hatalmas támadást provokáljanak ki a magyar alaptörvény ellen? Hát ma már elég szépen kiderült sok minden. Az utolsó előtti célpontban például lehozták, hogy Németországban egy Kálmán, azt hiszem ezt a tegnapi műsorban is említettem, de úgy gondolom nem árt, hogyha még egyszer elmondom, egy Kálmán nevezetű hölgy rádióműsort készített, és ez a rádióműsorban megpróbált egy reálisabb, valósabb képet adni a jelenlegi magyar politikai közéletről és a helyzetről, meg ugye, hogy milyen erők mozdultak meg a új alaptörvény, illetve a jelenleg ugye kétharmaddal kormányzó kormánytöbbség ellen. És kiderült, hogy nem adhatta le ezt az adást, mert a műsor szerkesztője megmondta, hogy nem adja adásba abban az esetben, hogyha nem változtatja meg, mert Orbán Viktor egy veszélyes személyiség. És mivel az Orbán Viktor egy veszélyes személyiség, ezért neki más képet kell adni. És megkérdezte, de ki mondta ezt? Név szerint megmondja Konrád György, aki többnyire Berlinben él, Dalos György szintén Berlinben él, többnyire ugye, hogy az Imre Kertész is, muszáj így nevezzem, mert ugye megtagad minket magyarokat gyakorlatilag, csak a nyelvünket használja,
és Heller Ágnes, akiről az utóbbi időben sokat tudtunk, aki többek között annak a része a Magyar Tudományos Akadémiában, akik megakadályozok, hogy a magyar őstörténet végre helyre kerüljön, és ezek az embereknek a pozícióféltésük van szó. Tehát ezek az emberek gyakorlatilag azok, akik megakadályozták a valós rendszerváltást, mert van egy irracionális félelmük, egy irracionális biztonság igényük. Ez az irracionális biztonság igényük mindig valamitől félnek, és megakadályozzák, hogy az igazság kiderüljön. Vagy attól félnek, hogy elveszítik a pozíciókat, a jó fizetéseket, vagy attól félnek, hogy adott esetben egy harag elindul azért, mert az előző rendszerekben is nagyon komoly szerepet játszottak. Tehát, hogy mennyire jól működnek, azt mutatja a legjobban, ugye miközben a Bild Zeitung, Németország ugye első számú bulvár újság, a Bodo Attila és én is éltünk itt Németországban, elég sokat ismerjük, tehát ez egy több milliós példánszámú bulvár újság, és a Der Spiegelben is, egyszerűen a Der Spiegel online-ban semmi nem szerepel erről a szombati tüntetésről, ami ugye több százezer embert vitt ki az utcára, miközben a pár tízezres opera és az Oktogon közötti tüntetésről még videófilmet is felraktak, ahol a narrátor egyébként írta ma reggel egy e-mailt oda, hogy mi az oka, hogy ez megtörtént. Ráadásul a narrátor elmondja, hogy Magyarország már nem köztársaság. Azért, mert a magyar ország megnevezésében, ami külön cikkely az új alaptörvényben, hogy hazánk neve Magyarország. De ez is bizonyítja, hogy ezek a kritikák nem rendelkeznek semmiféle valós háttérrel, valós tartalmi háttérrel, mert tárgyszerű háttérrel, mert egy szó sincs arról, hogy Magyarországnak az államformáját változtatták volna meg, hanem visszakerült a korábbi ősebb bősi belnevezés, tehát ahogy Magyarországot is mindig hívták, Magyarország. Számtalan országnak a nevében nem szerepel az államforma. Hollandia, Belgium. Hát vagy Izrael, hát Izrael államnak sem szerepel, hogy köztársasági vagy bármilyen forma, tehát nem értem én sem ezt a hatalmas ellenállást, valamint azt kimondhatjuk, azt hiszem valamennyien, mindketten, hogy itt egy szűk csoport a magyarság nevében, a magyarságra hivatkozással, de a magyarság ellen foglal állást különböző politikai, nyugat-európai politikai és sajtókörök előtt. Holott ehhez semmiféle társadalmi támogatottsága nem rendelkezik. Én azt hiszem, hogy itt valószínűleg a kormányzati kommunikációval lehet baj, vagy nagyon gyenge, hogy ez a pár ember, akit itt felsoroltál, ezeknek a hangjuk hangosabb, mint a kormány politikájé, vagy a nemzeti akaraté. És itt azt hiszem tetten érhető a diaszpóra magyarságának talán mondhatni a felelőssége, mert azért a világon nagyon sok helyen élnek magyarok, magyar közösségek, és az ember úgy gondolná, hogy ezek a közösségek ilyenkor fölemelik a hangjukat, a szavukat, és azokat a sajtó orgánumokat megkeresik, olvasói levél formájában, vagy a szerkesztőségnek küldenek egy anyagot, hogy ezeket a valótlan állításokat megcáfolják, vagy legalábbis a magyarság iránt, mint magyar emberek, mint külföldre szakadt, lehet, hogy második vagy harmadik generációs magyarok, hát egy ilyen nemzeti szolidaritást mutassanak kifelé, ami minden népnél tetten érhető. Ha a lengyeleket éri ilyen sérelem, akkor bizony a nyugat-európai lengyelek, Nyugat-Európában, diaszporában élő lengyel közösségek egy emberként állnak föl, de hát vonatkozik a szlovákokra, vonatkozik a román emigrációra. Ezt én a magyarság esetében én nem érzem megfoghatónak. Tehát ezt semmilyen ellenállást nem látok. Németországban kb. 130 ezer a magyar származású adófizető polgár él, egy jelentős része értelmiségi. Én nem látom ezeknek a magyar szervezeteknek az ellenállását, a sajtó felé. Tehát ha minden magyar közösség, vagy minden magyar németországi magyar származású, vagy magát valamilyen szinten magyarként megjelölő ember tiltakozna ezek ellen, akkor nem is mernék ez a 6-7 vagy 10, vagy nem tudom, egy maroknyi ember ilyen szinten magyarságellenes tevékenységét kifejteni, mert ez már ez nemzetellenes, magyarságellenes tevékenység, mert ennek nagyon komoly gazdasági és politikai következményei vannak.
mint láthatjuk. És még lesznek sajnos, és lesznek ebből is. Kilábalni szinte lehet. És az a döbbenetes, hogy megnézzük az elmúlt 20 év politika, nemzetközi politikai eseményeit, nem nagyon tudok megnevezni olyan helyzetet, hogy bizonyos országok ellen saját állampolgárai mentek volna ki, följelenteni, áskálódni, kicsit vulgárisan kifejezni, mószerolni, piszkálódni. Tehát ez valami furcsa, és szerintem a világ sem érti meg, hogy létezik, hogy 6-7-8-15 ember elszántan följelentgeti a saját országát és azt a kormányzatát, amely mögött azért mégiscsak egy demokratikus többségi népakarat áll. Tehát itt nem egy diktatúrikus katonai puccsal hatalommal kormányzatra került politikai pártról van szó, hanem egy demokratikusan megválasztott nemzeti elveket képviselő pártról. Most ne vizsgáljuk azt, hogy most Fidesz Jobbik, azt vegyük alapul, hogy eleve fölösleges ebben a gazdasági helyzetben nekünk aztán politikai pártokról beszélni. Itt két oldal van. Van a nemzeti érdekeket szolgáló oldal, amelyik megpróbálja megakadályozni az országot kisigereljék, és van egy másik oldal, ami mindent megtesz, hogy amíg még eladható, még kiszállítható, még kizsigerelhető részét az országnak ugye kiárusítsák. Hát igen, nem csak hogy kiárusítják, hanem gyakorlatilag azok a üzlethálózatok, amik kiépültek, azok francia, német és angol kezekben vannak, és ők határozzák meg, hogy milyen árukészlettel töltik föl ezeket az üzleteket, és ezzel az ő adófizetőiket, az ő életmódjukat támogatják tulajdonképpen. Hát ez is egy nagyon raffinált módszer, ezért örültem neki, hogy az a nemzeti színű zászló csíkkal, amiben fölvonultak, hogy nem leszünk gyarmat. De bocsáss meg még egy pillanatra. Maradjunk, de már egyébként gyarmat vagyunk. Maradjunk a nyugat-európai magyar diaszpóráknál, hogy miért nem érezhető ez az ellenállás, ez a tiltakozás akár a németországi magyarok, akár a svédországi, a svájci magyarok körében, ami ugyanakkor más nemzetiségeknél, más etnikumoknál, más kultúráknál szinte reflexzerű és természetes. Őszintén tudok csak beszélni. Te azért kérdezlek, mert te ugye Németországban éltél sokáig, tehát te is találkoztál magyar közösségekkel, akik nagyon markánsan fölvállalják bizonyos rendezvények során a magyarságokat, de ilyenkor valahogy ilyen eseményekre való gyors reagálás sokkal nagyobb értéket képvisel, mint egy adott esetben valamiféle emléknapon összeülni, és akkor ott a verselgetni, az is nagyon szép, vagy néptáncokat ropni, gyönyörű a tradíciók ápolása, de igazán ezek a magyar közösségek ekkor tudnák a legnagyobb értéket letenni a közösség asztalára, ha hatalmas ellenállást fejtenének ki az ilyen magyar ellenes viselkedésekre. Hát én nem tudok más csinálni, mint őszintén beszélek mindig, úgyhogy nem tudok megkerülni a kérdésedet. Kényelmesebb, egyszerűbb lenne, ha megkerülném. Úgy, hogy érthető legyen. Azért, mert a magyarság valahol szétszóródott. Tehát hiába van sok tízezer Németországban, először is Németország nem egy olyan ország, mint Franciaország vagy Magyarország, ahol van egy nagy főváros vízfejjel, ahol 20% a lakosságnak lakik, hanem 16 államból áll, 16 parlamentből, 16 alkotmánybíróságból, stb. Tehát Németország, és itt szétszórodtak ott a magyarok. Őket összefogni sokkal nehezebb, ez az egyik. Megosztottak. Mert a német önfeladás, ami történt az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor gazdaságilag hihetetlen sikereket értek el, mondhatom úgy, hogy a második világháborút elveszítették az elsőt is velünk együtt, de megnyerték a békét gazdaságilag, csak hát ennek nagy árat fizetnek, de egyelőre még úgy néz ki, hogy még ők állnak a legjobban, hogyha összehasonlítom a három legfontosabb európai hatalommal, Angliával és Franciaországgal. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ahhoz, hogy a médiához eljussál, mert hiszen a média keresztül tud csak hatni, ahhoz sajnos kell egy kulcs. Kell valami, ami miatt téged egyáltalán megszólítanak, megkérdeznek, és bizonyára a fő
szerkesztő megmondja, hogy kinek a véleménye kompetens, ahogy az előbb említettem. Az rendben van, de várjál, vannak olvasói levelek, tehát azért, hogyha az ez a jól megszervezett közösség, vagy ilyenkor ilyen riadóláncszerűen működő közösség, azért elárasztja a szerkesztőségeket olvasói levelekkel, vagy a különböző webportálokat, akkor ennek azért hatása van, tehát ettől nem tudja magát függetleníteni egy szerkesztő. Egy politikai nyomás nehezedik a közösség révén rá, hisz ezek nem csak magyar érdekeket képviselnek, hanem egyben annak az országnak az állampolgárai is, különböző pozíciókban. Mint ahogy mondtam, azért ennek a magyar közösségnek egy jelentős része az értelmiségi körhöz tartozik. Tehát itt mondtad, hogy ugye Németország ugye több államból áll, és a magyarság ugye viszonylag szétszóródott. Ezt azért Bajorország esetében én nem mondanám, mert azért Bajorország, tehát a déli területekre koncentrálódik a magyarság zöme. De én itt sem látok. Hát a déli területek, az hozzá kell tenni, hogy Németországban két legfejlettebb, gazdaságilag, közbiztonságilag, sok minden, Baden-Württemberg és Bajorország. Tehát én ott sem látok, annélkül, hogy most ostoroznám ezeket a közösségeket, mert biztos megvan a saját problémájuk, de ilyenkor valami hihetetlen, nekifeszülő ellenállásra számítan az ember, hogy hát bántották az én hazámat, az én nemzetemet, becsmérelték, hát akkor kiállok, reflexzerűen. Igen, csak tudod, azt tapasztalom, hogy először is, ha valakinek ott munkája van, akkor az nagyon leköti az energiát, az idejét, keményen kell dolgozni ott. Kettő, amikor van egy kis szabad ide, akkor szeret kikapcsolódni. Ahhoz, hogy érdemben véleményt tudjon nyilvánítani, ez egy feltételezés, hiszen értem, én is ott nagyjából elég sok magyarral voltam kapcsolatban. Értelmiségének kell lenni, meg kell találja a kapcsolatot, hogy megfelelő forrásból informálódjon. Aki ott él, és mondjuk olvassa a Der Spiegelt, ahol a véleménye megjelenik egy Haraszti Miklósnak, megjelenik az előbb említett embereknek, de sorolhatnánk még egy pár, vagy a Schiff Andrásnak, akkor ő azt gondolja, hogy ők talán igazat mondanak. Mert még itt is rengeteg ember van, akik meg erőszakolnak, tehát egy média terror van tulajdonképpen, ami már elég sok helyen föllazult, és azért már meg lehet találni az igazságot. Ez az egyik dolog. A másik dolog sajnos az, ahhoz, hogy ezt valaki megértse, nem volt véletlen az, hogy 2006 őszén a Göncöl Bizottságnak milyen tagjai voltak. Én mondok egy embert, akit úgy hívnak, hogy Csepeli György. Csepeli György benne volt ebben a Göncöl Bizottságban. Ő írt egy könyvet is arról a témáról, amit így kerülgetek, mert nem akarok mondani, de hát mégiscsak el kell mondjam, az antiszemitizmusról beszélt. De a Konrád Györgynek a Láthatatlan Hang című könyvet elolvasod, akkor az azzal kezdődik, polgár nem alattvaló. Ez szuperül hangzik. Én is ilyen vagyok. Nekem azt hiszem az index.hu-n, aki már 2001 óta írtam, most az elmúlt években, már 4-5 évben alig írtam, ott ez van, ez az én, hogy mondjam, mottom. És az a probléma, hogy mindig ezek az emberek azok, akik a láthatatlan hang következtében kaput kapnak, lehetőséget kapnak, az a kulcs náluk van. Tehát ez a borzasztó, hogy ezek az emberek a megmondó emberek. Ők mondják meg, hogy Magyarországon miért ilyen hangulat van, és erre meggyőződésem az, hogy az egész rendszerváltás, az, hogy a Sólyom László akkor megakadályozta, na mit gondolsz, kinek a révén? A Halmai Gábor felesége, dr. Kerekes Andrea, a legjobb emlékezetem szerint, remélem nem tévedek, de nem akárkitől tudom, ő volt az, aki benyújtotta az Zétényi féle igazságtételi törvény, illetve az úgynevezett lusztrációs törvény, tehát hogy a volt rendszernek a kompromittált emberei ne szerepelhessenek a magyar közélet. Amelyeket egyébként végrehajtottak a környező országok rendszerváltásai során a különböző kormányzati, vagy kormányzati erővé vált pártok, lásd Csehország. Ott még a rendőrségnek is mindenkinek fölmondtak, és újra fölvették, akit megérdemelték. Németország. Hát a GAUK bizottság. Így van, és azok az országok emelik föl most a bírói, vagy bírócsere, vagy bíró nyugdíjasztatásával kapcsolatban a hangjukat, ahol ezt teljesen automatikusan végrehajtott. Talán azt hiszem, azt furcsálhatják, vagy nem értik, mert én sem érteném, hogy a rendszerváltás után 20 év múlva, amikor már fölnőtt egy generáció, hát ez pontosan ugye 20-25 év, egy emberöltő, miért most váltják le azokat a bírókat,
vagy miért most kerül oda az igazságszolgálat? Nem is leváltják, hanem nyugdíjazzák, ugye? Tehát, hogy miért... Már nem 70 évig nyugdíja maradhatnak állásban, hanem azt hiszem 63 vagy 65 év a nyugdíjkorhatár, és aki a fölött van, azokat nyugdíjazza. Tehát, hogy miért most lépik meg? Tehát igazán ez is bizonyítja, hogy nem ismerik a magyar politikai, tehát a belső magyar politikai életet, és valahogy a szociáldemokráciát, a saját szociáldemokráciájuk szerint fogalmazzák meg, és a jobb és a bal oldalt is. Tehát nem veszik észre, és valahogy ezt nem is tudjuk nekik átadni, vagy levezetni, hogy a mi baloldalunk az nem ugyanaz, mint a nyugati demokráciák baloldala. Mint hogy a fogyasztói közösség, a társadalom sincs azon a szinten, hogy ők csak egy dologra koncentráltak, hogy itt Magyarországon minél több Lidl, Aldi és Metro és stb. Létesüljön, amibe ők rakják be az ottani munkát végző embereknek a termékeit. De mindenképpen azt a szempontot is figyelembe kell vegyük, hogy azoknak, akik például a Bild Zeitung vagy a Der Spiegel nem hozza le ezt a több százezeres kormány, illetve a magyar nemzet függetlensége mellett, mert végül is nem leszünk gyarmat, ez volt a mottója ennek, tehát a magyar függetlenség és az önrendelkezési jogunk mellett az a korlátozott, mert ugye Magyarország már nem egy független állam, hanem korlátozott függetlenségű állam, emellett kiálltak. Ezt ők nem hozzák le, mert akkor már nem tudják úgy eladni az ő közvéleményüknek, adott esetben az ott élő magyaroknak is, hogy itt Magyarország nagyon jól látja, hogy mire megy ki a játék. A német fogyasztó társadalom, aki fönn akarja tartani azt az életszínvonalat, amit annak ellenére, hogy a legfejlettebb ipari államok egyike Németország, nem tudnák már föltartani, hogyha nem lennének neki kihelyezve Kínától, ugye Magyarországig és egyéb mondjuk a Metro üzlethálózat, mert nem tudnák azt a magas életszínvonalat, nem is életszínvonalnak mondanám, azt a pazarló életszínvonalat föntartani. Tehát amikor ők nem hozzák le, akkor ők a saját érdekükbe végül is jól cselekszenek, de erkölcstelen, elfogadhatatlan. Tehát ez is egy olyan, tehát az ottani politikus, az ottani média szerkesztő, az tudja nagyon jól, hogy mi az érdeke a német 80 milliós fogyasztói társadalomnak. Mégis visszatérnék és ragaszkodom a kérdéshez, hogy miért érez Konrád György vagy Heller Ágnes igényt arra, hogy egy nyugati sajtónál elmondja a véleményét, az ostorozó véleményét, ami ugye az előbb tisztáztuk, és hogy erősen magánvélemény, mert nem artikulál semmilyen tömeget, népakaratot maga mögött, és ugyanez az igény, vagy ennek a cáfolatára születő igény, miért nem fogalmazódik meg, most mondok egy nevet, fantázia, Rédei Gusztáv van például, vagy egy emigráns magyar leszármazottban, tehát miért nem érez egy ilyen belső késztetést, hogy erre azonnal reagáljon? Én mondok neked egy nagyon érdekes... Nem értek semmilyen ellenállás. Egy nagyon érdekes példát mondok erre. Évekkel ezelőtt, amikor a Magyar Gárda megalakult, akkor egy Frau Kraske nevezetű bécsi tudósítója volt a Der Spiegelnek, és hát megfelelő csúsztatások voltak benne, amiket úgy már az ember ismer, aki egy kicsit is olvas ezek az újságok. Én fölhívtam, és nem tudtam elérni, visszahívott, negyed órát beszélgettünk, meghívott Bécsbe egy ebédre, hogyha arra járok. Én megkértem két embert, most nem hatalmaztak föl, nem mondom a nevét, tudtam, hogy tudnak németül, és gondoltam, menjünk ki, és nem álltam jól anyagilag, eléggé megterhelt az a egyébként 1322 napig hivatalosan tüntetett a Kossuth tériek. Nem voltam én mindig ott, de évekig kijártam, illetve később is követtem. Illetve 1322 nap. Egy pillanatra csak annyit, hogy ezt elfelejtettem akkor mondani, hogy a történeti tradíciók és az új alkotmányban meg is örökítettem, tehát a parlamenti kiadványban benne van a Kossuth tériek helytállása, hogy én most itt azokat az embereket képviselem, akik 37 napon át a Kossuth téren, majd egészen az új választásokig összesen 1322 napon át tüntettünk az erkölcsileg minden szempontból bukott kormány ellen az új választásokért. Ez a mondat benne van. Most nem szerint... akkor az osztrák. Tehát annyi, hogy én, mivel ők nem segítettek, nem mentünk ki, nem érezték, hogy mennyire fontos lenne, elcsúszott, elhúzódott, tehát én is hibás voltam, mert adott esetben csak nem voltam anyagilag olyan helyzetben, meg aztán annyira helyt kellett itt is sok szinten állni, hogy nem volt már energiám,
ki kellett volna menni, és ezt a meghívást el kellett volna fogadni. Negyed órát tudtunk, nem negyed órát, egy ebédet együtt el tudtunk volna tölteni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy lustaság. Tehát a nemzeti oldalnak ezek szerint igazán értékelhető kapcsolata a nyugat-európai sajtóhoz nincs, vagy ha van is, az nem megfelelőképpen ápolja. De a magyar nemzetközi szervezetek, mert azért van itt Magyarok Világszövetsége is, meg különféle kezdeményezések, ezek a szervezetek miért nem képesek mozgósítani ilyen esetben, mint egy pókháló? Hát ez már részben a magyar politikának is, a magyar politikumnak is a bűne. Tudnélik, tehát egy lobby, magyar egy lobby hálózat. Mert nincs. Egy önkéntes, Svédországtól Ausztráliáig, Új-Zélandig, mert mindenhol vannak magyarok, tudjuk, egy olyan pókhálószerű lobby hálózatot, önkéntes alapon működő lobby hálózatot működtetni, ami ilyenkor egy karlendítésre, mint egy csodálatosan működő kórus beindulna. Mert a másik oldal részéről csodálatosan beindul. Hát tehát egy szólamra megy az intés, és Budapesttől New Yorkig és Ausztráliától Berlinig ugyanazok a kritikák jelennek meg. De nincs ellene semmilyen cáfolat. Hát tudod, ennek az a problémája, több pillanatok alatt itt legalább 5 különböző dolgot tudnék mondani. Az egyik, mi is voltunk egy párszor annál a törzsasztalnál, a Vámos György is, ugye az EHO TV műsorvezetője, ugyanezt elmondta nagyon sokszor. Hogy ez nem elég, mert van, én is kaptam észak-amerikai, meg kanadai, magyar szervezetektől, vagy 5-6-an, vagy 7-en is aláírták, ami az interneten terjedt is e-mailben kaptam, hogy ők tiltakoztak, angol is írtak, el is küldték sok helyre. Csak a közvélemény erről nem értesül annyira, ugye a politikum az nem nagyon foglalkozik ezzel, mert őket is hátulról a pénzvilág irányítja. Tehát ez a legnagyobb dráma számomra, amikor a parlamentben is ülök, rá kell jönni, hogy a háttérben a politikusokat olyan mértékben zsarolják is, nem csak itt Németországban, tehát a tőke az mindig azt mondja, hogy ha nem azt a érdeket képviseled, lásd Monsanto, azt hiszem úgy hívom Monsanto, aki a gén manipulált élelmiszereket próbálja terjeszteni, vagy Brüsszelbe vitték, tehát centralizálják a világba, ahogy beszéltünk egy órával ezelőtt itt, hogy a gyógyszergyártás is, az akkreditáció Brüsszel kezében van, és ennek megfelelően az a cég, amelyik évi 45 milliárd dollár hasznot zsebel be, egy amerikai cég a élelmiszerkészítéssel kapcsolatban, annak olyan nyomásgyakorlási lehetősége van, ami ellen bármilyen csodálatos gyógyszert fedeznek föl, nem tudják érvényesíteni. Ez az egyik. A másik az, hogy külön története van. 2000-ben ott voltam a Magyarok Világszövetsége közgyűlésén, konferenciáján, ahol megválasztották Patrumány Miklós elnöknek, majd az év végén, most nem mesélem a történetet, gyakorlatilag azóta állami támogatás nélkül, a közösség pénzügyi támogatása nélkül csak a meglévő vagyonából gazdálkodott. És ezáltal nem tudja fönntartani azt az egyetlen Magyarok Világszövetségét, ami létezik a világban. Miközben van olyan náció, amelyiknek 5 világszövetsége van, és ezek nagyon komolyan érvényesítik az érdekeket. Ezekről beszélek, tehát egy jó szervezett civil mozgalom mögé ilyen esetben a politika be tud állni, vagy mögé tud állni, vagy hivatkozni tud rá. Tehát a gazdasági kényszer, vagy nyomás, vagy zsarolásból egy ilyen szervezet, vagy szervezetek mögé tud állni, és hivatkozni, hogy hát itt azért más igények is vannak, és ezek az igények ugye politikailag mindenképpen a tömeg vagy a lakosság részéről érvényesítettük, és ugye mivel magyar politikai tényezők, hát azért nekik alapjában véve és elsődlegesen a saját választóik akaratának kell megfelelni. Tehát ha van hivatkozás, de amikor nincs, mert nekem is voltak olyan helyzeteim pont Németországban, hogy amikor valaki megkérdezte, hogy bizonyos érdekek mögött milyen magyar közösség áll, akkor nagyon-nagyon zavarban voltam. Tehát felsorolni, megnevezni. Tehát azt hiszem, hogy még mindig nem késő, pláne most, hogy állandóan erősödik és egyre élénkebbé válik a gazdasági vetélkedés és problémák tömege, hogy valahogy a magyarságot aktivizálni. Hát fölnőtt egy új generáció, a rendszerváltás óta azért van egy új értelmiségi generáció. Egész Európában, amelyik helyen közel azért a magyarság, magyar tudatát úgy, ahogy föntartja. Tehát ezeket valamilyen módon, ezeket az embereket feladatukkal kellene ellátni, de én meg azt sem látom, hogy a feladatukat
megfogalmazná valaki, és eljutatná hozzájuk. Tehát itt egy bizony egy erős magyar szövetségi, erkölcsi szövetségi politikát kellene folytatni, vagy megszervezni, megtervezni, mert önmagában ezek a különböző szervezetek nem érnek semmit, hogyha ilyen területen nem tudnak hatékonyan működni. Semmit nem érnek, csak vannak. Én azt látom, mivel értem egy darabig ugye Németországban is, és az ember kívülről látja a saját nemzetét, hazáját, akkor egy pár dolog föltűnik. Például az egyik, ami nekem nagyon föltűnik az itteni elmúlt évek aktív beszélgetésében, sok száz, sok ezer emberrel, azt kell mondjam, beszélgettem, meg meghallgattak. Azt érzékelem, hogy először is nem azt nézik a másikban, hogy mit becsüljenek, mi az, ami jót tett, hanem az, hogy mibe lehet belekötni. Tehát ugyanez van a politikával szemben is, hogy nem azt nézik, hogy a Fidesz az elmúlt 20 évben milyen hosszú utat járt be, hogy eljutott oda, hogy egy alaptörvényt hozott, amiben benne van a Szent Korona tisztelete, benne van a történeti hagyományaink tisztelete, a történeti alkotmányosság, benne van a Szent Korona, amiket mutattam az előbb. Tehát az az út, amit ugye a nyilvánvaló, hogy a liberális, nem a szabad elvű. Említs meg egy másik fontos kérdést, vagy végrehajtott feladatot, a kettős állampolgárságnak a bevezetése. Aminek persze van nagyon komoly nemzetközi konfliktus. Tehát ez is fölvállalta azért. Fölvállalta. Az is egy hosszú történet, én végigkövettem, amikor még a Magyarok Világszövetsége minden létező, hogy úgy mondjam, szolgálati utat, tehát minden szintre eljuttatta azt az óhaját, amit nem a Patrubány Miklós személyesen, hanem a Magyarok Világszövetsége az elnökségtől, hogy úgy mondjam, nyomásgyakorlással megkövetelte, hogy ebbe az irányba tegyenek meg mindent, mert ugye akkor még elég nehéz volt a helyzet, hogy ugye Magyarország láthatóan be fog jutni az Európai Unióba, és akik nem jutnak be, és a elszakított területeken, a megszállt, gyarmatosított, elfoglalt területeinken élnek, azok kirekesztődnek a családi kapcsolatokkal. Hát akkor különösen, még most is ugye Ukrajnában, a Kárpátalján még mindig borzasztó nehéz idejönni annak a egyre sorvadó, sajnos minden határon túli megszállt területeken élő magyaroknál megvan ez a probléma, és akkor végigtettek mindent, és akkor a Fidesz megtette azt, hogy illetve az akkori kormány, az első Orbán kormány idején, hogy a státusztörvényt létrehozták. Most ez is sajnos a választások előtt, ami ugye kihasználta az a kormány, akit most semmiképpen nem álltunk volna ki mellette, gondolok itt ugye az akkori Horn Gyula-féle kormány, hogy is volt ez 2002, nem, akkor ugye ők ellenzékben voltak, a Kovács Lászlóról beszélek, a 23 millió román bevándorlóról, aki elveszi a magyarok, stb. Ezt így összerakva nem csak az, hanem tényleg, ha az ember elgondolja, hogy a Szent Koronát első Orbán kormány 2000-ben kihozta úgy mondom, hogy történelmi sülyeztőből a múzeumból, és behelyezte egy olyan helyre, amit egy darabig nagyon ellenkeztek, még azok is, akik ennek örültek, hogy a Szent Koronának nem a parlamentben van a helye. Én azóta volt alkalmam ezt egész közelről, mikor nincs körbe kordonozva is megnézni, és egy óriási élmény volt, soha nem felejtem el, míg élek. És mindjárt ide tennék is egy politikumi hibát is, amit én nagyon sajnálok, és nem igazán tudom eljutatni a megfelelő embereknek. Tavaly január 6-án volt a Európai Uniós Elnökség átadás-átvétel ünnepélyes momentuma a kupolateremben, ahol ugye a Szent Korona is el van helyezve üvegkalitkában, úgy mondjam. És érdekes módon, köszönhetően ugye a említett belépnőmnek, egyedül voltam ott a Jobbik szakértői és a Jobbik képviselői közül. És utána egy fogadás volt, ott beszélgettem emberekkel, olyan emberekkel, akik meglepődtek, hogy én mondtam, hogy én Jobbik szimpatizáns, mondhatni, hogy szakértő vagyok, és nem is gondolták volna, hogy ilyen szimpatikus emberek vannak a Jobbikban.
Tehát nekik például nagyon sajnáltam, hogy nem volt ott Morvai Krisztina, Gaudi Nagy Tamás vagy Gyöngyösi Márton, akik kiválóan beszélnek angolul, tehát rögtön tudtak volna kapcsolatokat építeni. Nekik ez a dolguk, hogy a Jobbikot nemzetközileg elfogadhatóvá tegyék, és nagy bűne a Fidesznek, hogy ő is rátesz arra, hogy ő szélső jobb oldal. Pedig ez nem igaz, mert a Jobbik se nem náci, se nem fasiszta, se nem olyan, ami tulajdonképpen ki kell rekeszteni, hiszen egyébként is a Fidesz KDNP kormány rendkívül sokat köszönhet a Jobbiknak. Önmagában az a tény, hogy benn maradt az alkotmányozási folyamatban az országgyűlésbe, és ezáltal 80%-nál egy egész picivel több alkotmányozott. Igaz, hogy nem fogadták el, de így is megvolt a kétharmad, de ezzel szalonképessé tették ezt. Hozzájárultak az ő javaslataikkal, rendkívül színvonalas felszólalásaikkal arra, hogy az én is rendkívül sokat tanultam. Az egy más kérdés... Bocsáss hogy... meg, a baloldalnak nevezett oldal... Álbal oldalnak ugye nevezett... Ugye milliárdosok baloldali politizálás. Vagy, vagy azt is lehet mondani, hogy inkább a pontosítás kezdve posztbolsevikokból verbuválódott... Aki a prolikra épít most is a gyűlölet. Baloldal és a szélsőséges liberalizmusra. Pontosan azt teszi az alaptörvény elfogadását szalonképtelenné, hogy abban a Jobbik is részt vett. Tehát mindig van egy olyan indok, igen, ezen amiért, már beszéltük is azért. Amiért kötözködni lehet, viszont ha most megint arra a hatalmas felvonulásra visszatérünk, ami január 21-én volt, ott az emberek nem csak a negatívumokat látták, hát ennyi ember nem ment volna ki, ugye említetted, hogy az emberek a politikai pártokat és személyeket úgy közelítik meg, hogy mit csinált rosszul, vagy mit kellett volna másik, hogy csináljon. Tehát mindig a kritika. Főleg az, hogy mivel ítélem el, és ezért nem állok ki mellette, nem nézem meg azt, hogy mi jót tett. A szombati napon, ott délután, az a hatalmas tömeg nem ezt jelezte, tehát nem ezt hozta ki az utcára, hanem valaminek az elfogadását. És ez nem, ennek a középpontjában nem egy politikai pártnak, egy Fidesznek, vagy Jobbiknak, vagy akármilyen párt, hanem itt valami egész más volt. Mert ennyi embert, pláne alig volt propagandája, tehát bizonyíthatóan ezt nem túrázták fel magyarul, ezt a tömeget. Meg hallottam, és nem olyan, egy évig készítették el, mint azt a bizonyos január másodiki opera előtti, amire lebuktak a Kurzweil Infónak, köszönhetően láttam én is, hogy egy évig készítették elő, hogy azt összehozzák azt a több szervezetet, és utána ugye megszorozták kettővel, mert ott kb. 30-40 ezer ember lehetett, meg kb. 800 négyzetméteren. Tehát egy teljesen spontán, és nem is politikusok által kezdeményezett felvonulás volt, hogy itt ezt a hatalmas tömeget, ahogy mondtuk, hogy semmiféle propaganda előkészítés, vagy egészen minimális propaganda előkészítés. Hát egy pár tízezer példányszámú napilapban, a Magyar Hírlapban jelent meg ezeket az embereket megítélésem szerint, nem tudom, te ezt hogy látod, de valami közös, tudatalatti, valami felelősség, összetartozási érzés, kiállás. Valami kiállás hozta ki ezt a hatalmas tömeget az utcára, mert ekkora tömeget és ilyen fegyelmezett tömeget, ilyen jó hangulatú tömeget nem lehet szervezni. Hiába mondja a baloldalnak nevezett oldal, hogy buszokkal hozták föl Magyarországra az erdélyi magyarokat, meg a cigányoknak fizette. Az csak egy töredéke volt az összes. Ha valaki kiszámolja, hogy ez a 400-tól valaki vitatja, valaki azt mondja, hogy 200 ezer, na mindegy. Ez több százezer ember, hát ezeket busszal megszervezni nem lehet. Egy buszban befér 40-50 ember. Hát az csak pár ezer ember volt, aki ezzel a busszal ide jöttek, meg az, hogy fizettek embereknek. Ezt nem lehet, ezt az ember ösztönéből, becsületéből, nemzeti hovatartozásából és nemzeti kiállásából fakad egy ilyen hatalmas tömeg megmozdulás. Én azt érzékeltem, hogy nekem muszáj kimenni. Ezt tudom, te is, hát ezt is ugyanezt éreztem. Igen. Örültem, amikor a Magyarok Szövetség, aminek én is a tagja vagyok, még a Magyarok Világszövetségének is a tagja vagyok, hogy ők is kezdeményeztek egy olyat, hogy egy ilyen petíciót, vagy egy ilyen támogató kinyilatkozást nyújtanak át a köztársaság elnöknek, akit jelenleg ugye komoly támad, nem véletlen, hogy most szedték elő, és most támadják, tehát ezek egy nagyon ügyesen föl van építve, és sajnos a nemzeti oldalon is ugye
mi inkább így szeretjük mondani, hogy van nemzet és igen, van egy ilyen... Én nem is azt mondom, hogy nemzetellenes, hogy ilyen, hogy mondják, ilyen kozmopolitát, világpolgári hozzáállás, hogy mindenki máshoz igazodjunk, csak ne a mi hagyományunk, hát az nem az a mi közösségünk. Az az én olvasatomban és értékrendszeremben az nemzetellenes. Bizonyos fokig mindenképpen, mert gyengíti azt a közösséget, a aminek viszont... Mert ha nem ad már, az már eléggé kifogásolható. Hát csak jó, ők más mércét, tehát nem a magyar ősi hagyományokat, és nem tudom milyen gúnyolódó szavak jönnek, tehát nem a magyar szokásjogot, nem a magyar igazságszeretetet, nem a magyar szabadságszeretetet, amiben példát mutatunk a világban, hála az őseinknek, akik ugye végigharcoltak reménytelen küzdelmeket, és hosszú távon mégiscsak kiderült, hogy mind nekik volt igazuk. De hát... De akkor kik ezek? Mert bocsáss meg, hogy itt félveszakítalak, de, hát, de valamiféle szociológiai kategóriába lehetne sorolni, hogy ki áll ki a nemzeti politizálás mellett, most ugye beszéltük, hogy nem Fidesz és Jobbik, a nemzeti politizálás mellett, és ki az, aki nem érdekel ez a markáns nemzeti politizálás, tehát ez valamiféle társadalmi csoportra, valami szociológiai közösségre, vagy mire bontható, mert bizonyos dolgok kirajzolódnak azért. Bizonyos kulturális különbségek, bizonyos etnoszociokulturális különbségek jellemezhetőek ezek a csoportok ezekkel is. Ők egymást megismerik a láthatatlan hang alapján. Tehát bizonyos fokú rasszizmus, amit ők képviselnek, és nagyon sokat ártanak azoknak, annak a közösségnek, amiből kinőttek. Ezek nagyjából városlakók, városiak, akik teljes mértékben elszakadtak a földműveléstől, a vidéki parasztság. Tehát egy liberális közösség. Úgynevezett liberális, ami azt jelenti, annyiban liberális, hogy ők velük szemben mindenkinek megengedőnek, liberálisnak kell lenni, de ők másokkal szemben kirekesztők. Tehát ők nem hajlandók elfogadni, hogy magyarságnak több mint 1000 éves gyökerei vannak. Sajnos a alaptörvényben se szerepelt Varga István, nagyon szép, nagyon okos, többen támogattuk, és komoly konferenciák, vagy ilyen kerekasztal beszélgetéseken vettem részt legalább 200-on, ahol például azt akarta csak elérni, és meg is jelent egy vagy két héttel a Magyar Nemzetben előtte a vélemény rovatban, hogy mondjuk azt, hogy Szent István megalapította a magyar keresztény államot, most direkt beleolvasok csak azért, hogy még lapozod, akkor ezek szerint azt a kérdést, ezt a kérdést mi is megközelíthetjük, nagyon finoman természetesen, hogy itt politikai formába csomagolva, de megjelent egy etnoszociokulturális ellentét. A városon belül. Akik a múlt rendszerváltásnak nevezett kommunista módszerváltás előtt, mondhatnám úgy is, hogy monopolkapitalista módszerváltás, mert ugye az egy állammonopolkapitalista volt, most meg egy nyugati kapitalista módszerváltás. Tehát arra utalsz, hogy... Azok akkor is, ugye Heller Ágnes akkor már ilyen tudományos marxizmus mi egymást tanított, a 80-as években aztán kivitték nyugatra, és úgy jön vissza, mintha neki nem lenne múltja, és ő oktat ki minket arról, hogy mi a mi irányunk, mi a mi útunk, mi az, amivel kellene nekünk foglalkozni. És ők mondják meg, hogy milyen szabályrendszer éljünk. Hát ennek vége van. Tehát akkor ezek szerint adja, akkor úgy, lehetne, legopogom. Úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy van egy olyan értelmiségi népességhányad Budapesten is, és az országban. Különösen Budapesten. Akik az 1945 előtt leváltott, kirekesztett, kiszorított középosztály és értelmiségnek a leszármazottjai, akik nem feltétlenül voltak kedvezményezettjei a moszkovita bolsevik rendszernek, és van egy olyan népességhányad, amelyik a szociológiai átrétegződését, felívelését és egzisztenciális mozgásterét, karrieri történetét pedig az erőszakkal Magyarországra oktrojált bolsevizmusnak köszönheti. Na most ez a két népességhányad és ennek az értelmiségi körei állnak egymással szemben különböző politikai pártokba szerveződve. De igazán a politikai pártok között ott van az éles vonal, az egyik a nemzeti oldalon van,
A másik pedig, ahogy mi fogalmaztuk meg, a nemzet ellenes oldalon. Mert azért azok, ha megnézzük az elmúlt 20 évet, hogy a 20 év gazdasági problémája 22 ezer milliárd forint államadósság felhalmozása, a közművek külföldi kézbe kerülése, az összes ilyen umbulda, a mutizások, ezek a mutizások, melyik csoport, mondtuk ugye a nemzeti, meg a nemzete, melyik csoporthoz köthető, melyik gyökerű csoporthoz köthető az egyik, és ezzel szembeni ellenállás pedig melyik másikhoz, akkor itt egyértelmű a válasz. Szóval én azon a véleményen vagyok, hogy itt nem csak politikai, mint Németországban vagy Angliában, hogy van egy szociáldemokrata párt, és van egy konzervatív, zöld, keresztény, hanem itt bizony egy komoly szociológiai, komoly történeti hátterek állnak egymással szemben. Méghozzá sajnos úgy tűnik, hogy antagonista. Tehát teljesen kibékíthetetlen módon. Tehát amikor nyugatról nekünk azt mondják, hogy hát azért valahogy meg kellene békülni végre. Tehát most már csak az a probléma, és azt kell látnunk, hogy ez a közösség, amelyiket a történelem leváltott hivatalosan, de abszolút nincsenek leváltva, ez azt akarja, hogy hozzájuk béküljenek meg. Tehát ők nem akarnak megbékülni, hanem az ő kegyét keressék azok a demokratikus erők, akik azért másként gondolják. Igen. Hát két nagyon fontos dolgot szeretnék még mondani, mert ugye lassan közeledik, olyan 5 percünk van még, ami nehogy kimaradjon, mert ugye tegnap is sajnos kimaradt. Az egyik legfontosabb az, hogy ez az elmúlt évtizedek gyakorlatilag úgy kezdődtek, hogy eleve hazugságban született ez a rendszer, ez a úgynevezett rendszerváltás. Most ebben nem mennék mélyebben bele, de az kétségtelen, hogy Magyarországon még nem volt egyetlen egy, ha már köztársaság pártiak vannak, én is az voltam, már hajlok egy szakrálisabb irányba, ami a világon nincs, gyakorlatilag egy olyan rendszert képzelnék el, adott esetben nevezhetjük apostoli királyságnak is, csak nem mindegy, hogy ki lesz a király, itt kezdődik a probléma. Tehát valahol egy olyan társadalmat kellene fölépíteni, ami soha nem feledkezik meg arról, hogy a szakralitás, a megfoghatatlan, a természet törvényeit figyelembe vevő társadalom legyen. Alapvető igazság. Én ezt a szombat, illetve péntek este 20-án fölraktam az MTOS-re, aminek az a címe Szabadságért, Igazságért és a Gazság ellen a vértanúk terén. A végét úgy zártam, ahol levezettem, hogy 5 köztársaságunk volt, de egyik se volt tisztességesen megalapozva, ebből 3 csak névleges volt. Abban ezt írtam a végén, hogy reméljük ez a folyamat csak egy állomás a végső célig, a szakrális államformáig, amely visszatér az isteni természeti törvényekhez. Lásd Verbőci tripartitum előbeszéd 6-os cím, amihez hozzá kell tegyem, hogy 1514-ben írta, vagy 1517-ben nyomtatta ki, és azt terjedt el. Azt írja ebben a 6-os címben, és minden törvénynek szigorúsága hiába való, ha csak az isteni törvények képét nem hordja magán, mivel az emberi törvényeknek csak addig van erejük, ameddig az isteniektől nem különböznek. Ez végszónak is. Jó lett volna, de én azért még 3 percet kihasználnék, mert az előbb ugye kinyitottam és mondtam, hogy büszkék vagyunk, felolvasom a nemzeti hitvallás 2. mondatát, büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Varga Istvánnak ez a csapat, aki a háttérben sokat beszélgetett ezekről, többek között ez megmaradt bennem, azt kérte, hogy írják ide, hogy Álmos fia Árpád megalapozta, majd Szent István királyunk ezelőtt szilárd alapokra helyezte. Na és ez a problémám, hogy itt elkövetett szerintem a kormánypárt egy komoly gyengeséget mutató politikát. Azt, hogy nem volt képes arra, hogy gesztusokat tegyen. Az az erőjele. Hát ezt a következő beszélgetésünknél szerintem érdemes. Örülnék neki, mert külön kiemeltem ezt. És zárszóként azt hiszem, hogy azt kellene mondjuk, vagy üzenjük, hogy most a magyarságnak leginkább nagyon erős egységre, összetartásra és önbecsülésre lesz szüksége. Én meg búcsúzásul akkor annyit mondanék, hogy először is köszönöm neked a beszélgetést. Jól esett, nagyon jó volt. És még egyszer
Horkovics Kovács Jánosnak, akit én a közjó nemesének tartok, és azt szeretném, hogyha Magyarországon a közjó nemesei szaporodnának, és a nyugati magyarságnál is. Ez nagyon fontos lenne, és azért is jó, hogy nyitva hagytad ezt a kérdést, mert az alaptörvény az csak egy része az új alkotmánynak, ugye a történeti hagyományunk, hogy vissza egészen a vérszerződésig, illetve 32 sarkalatos törvény, amiben csak 30 született meg. Mire meg lesz a másik kettő, akkor tudjuk tulajdonképpen összefoglalni, hogy milyen szabályrendszerben tudunk tovább működni, és előre lépni, és legyőzni a gyarmatosítókat. Köszönöm szépen. Köszönjük a nézőknek is.